Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Mai beszélgetésünkben egy egri esekre, egy főpásztorra emlékezünk. 75 évvel ezelőtt hunyt el, dr. Szmrecsányi Lajosról van szó. És aki segít megidézni az alakját és munkásságát, Urbán Márta a levéltáros, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársa. Szeretettel köszöntöm! Én is köszöntöm a tévénézőket, és köszönöm szépen a meghívást! Ugye először, amikor egy személyről beszélünk, érdemes egy kicsit az életrajzát átfutni, hogy mégis tudjuk, hogy ő milyen korban élt, mit csinált, milyen iskolákba járt. Kezdjük akkor ezzel. Szmrecsányi Lajos 1851-ben született egy nemesi családban, ami azért fontos, hiszen az, hogy valaki nemesi családban született a 19. század közepén, az lényegében meghatározza az ő további sorsát. Majd iskoláit Debrecenben és Eperjesen végezte, és utána az utolsó két évet a gimnáziumból az egri kis szemináriumban végezte, ami azért fontos, mert majd 1929-ben ő egy hasonló struktúrájú intézményt hoz létre. Majd Egerben elvégezte a teológiai tanulmányokat, és 1873-ban szentelték pappá. Az ő állomás helyéről azt fontos elmondani, hogy ő két helyen volt káplán, Kápolnán és Miskolcon, majd pedig lényegében az élete további részét az egri főegyházmegye központi intézményrendszerében töltötte, hiszen volt érseki edző, érseki titkár, majd érseki irodaigazgató, és utána később úgy került majd a püspöki később érseki székbe. És a életének mely fontos állomásai voltak, ami a tanulmányokat illeti? Mint ahogy már utaltam rá, a tanulmányai Debrecenben kezdte, majd Eperjesen folytatta, és szerintem az, hogy ő már fiatalon Egerbe került, az hozzájárult ahhoz, hogy ő mennyire kötődött mindig a városhoz. Tehát lényegében az ő tanulmányi azok szorosan összefüggnek az ő életének későbbi alakulásával, illetve fontos azt is kiemelni, hogy az, hogy ő milyen intézményrendszerben tanult, az hatással volt arra, hogy később érsekként ő milyen iskolatípusokat és milyen intézményrendszert alakított ki, hiszen ő már mint diák akkor is érezhette, milyen problémák vannak az oktatási rendszerben. És akkor a püspöki székbe kerülve, először is hogyan került a püspöki székbe, és utána a püspöki munkásságáról szóljunk. A püspöki munkásságát megelőzi az, hogy ő kanonok volt, majd érsek, tehát kanonok lett 1900-ban, majd 1901-től érseki irodaigazgató lett, tehát lényegében ő már püspöki munkássága előtt is közel volt az egyházmegye központi intézményhez, illetve az érsekhez, és azt ugye fontos kiemelni, hogy az ő élete, tehát az ő életének első része szorosan összefügg Szamassza József korábbi egri érsek életével, hiszen több mint 20 évig volt mellette. 1904-ben kinevezték címzetes püspökké, viszont a legfontosabb állomás az ő életében az 1912, amikor is jogutódlási címmel Kohl Gyuktól érsekké nevezték ki, ami azt jelenti, hogy ha meghal az elődje, tehát Szamassza, akkor automatikusan ő veszi át a tisztséget. És ez így is történt, hiszen még abban az évben, augusztusban meghalt Szamassza érsek, és augusztus 20-ától ő lett az egri érsek. És elkezdett érsekként munkálkodni. Mihez fogott elsőként Szmrecsányi Lajos? Mielőtt átvette volna az érseki széket, mert akkor is nagyon sok mindent tett az egyházmegye érdekében, viszont így, hogy a kezébe került az érseki hatalom, így teljes döntési jogkörrel rendelkezett, de ennek következtében nagyon fontosnak érezte azt, hogy támogassa a különféle társadalmi szervezeteket, kulturális egyesületeket, szociális reformokat vezessen be. Felismerte azt, hogy milyen problémát jelent az, hogy kevés az papok száma az egyházmegyében, nincs elég kis pap. Tehát lényegében érseki székének betöltése után egyből elkezdte az különféle egyházreformokat. Melyek ezek közül a legjelentősebbek, amik a reformként hatásosan is működtek? A legjelentősebb reformok közé tartoznak az oktatás reformjai, az egyházigazgatási reformok, a papképzés megreformálása, megreformálta az iskolarendszert, tehát lényegében az iskolai főhatóságokat, új intézkedéseket vezetett be, például abban a szempontból, hogy önállóságot biztosított a plébánosoknak, viszont egy 6 fős számvevőséget is felállított, akik ellenőrizték a plébánosoknak a munkáját. Az oktatásban mi változott az ő munkássága nyomán? Nyilván alapított intézményeket, az intézményeken belül a struktúrában történt-e valami?
Igen, viszont az fontos kiemelni, hogy az ő iskola reformja az szorosan összefügg az állami oktatási reformokkal is. Itt nagyon fontos kiemelni Klebersberg Kunónak a nevét, hiszen nagyon sokan tudhatják róla, hogy ő volt a két világháború között a nagy iskolai reformoknak az ötletgazdája. Lényegében ő abból a szempontból megreformálta az oktatást, hogy új tantermeket épített, bővítette az iskolákat, új iskolákat hozott létre, növelte a pedagógusok számát, majd középfokú oktatási intézményeket is hozott létre. Például Egerben ő alapította az Angol Kisasszonyok gimnáziumát, illetve Nyíregyházán is megalapította az Angol Kisasszonyok gimnáziumát, ezen kívül felsőkereskedelmi iskolákat is létrehozott, hiszen ő felismerte azt, hogy az alsófokú oktatási intézmények után lényegében a középfokú oktatásban csak a gimnáziumi struktúrában lehetett gondolkodni, viszont a kor az, tehát lényegében a két világháború közötti időszak szükségessé tette azt, hogy ne csak gimnáziumi oktatást, illetve alapfokú oktatást vezessenek be, hanem úgynevezett szakoktatást is, tehát ez volt a felsőkereskedelmi iskola, melyből négyet hozott létre az Egyházmegyében, Egerben, Gyöngyösön, Kisvárdán és Miskolcon. És a szociális téren is nagyon aktívan tevékenykedett. Olyan munkásságának olyan eleme is volt, ami később országos mintának szolgált alapul. Igen, az ő oktatás reformjával szorosan összefügg a 105-es rendeknek a letelepítése is az Egyházmegyében, hiszen 4 férfi 105-es rendet telepített le, köztük a jezsuitákat Mezőkövesden, illetve 29 női 105-es rendet telepített le. Közülük, hogy válaszoljak a kérdésre, az egyik legjelentősebb a szegény gondozó nővérek rendje, akiket lényegében az ő közbejárására alapítottak meg, és az ő nevükhöz fűződik az EGRI norma, amely majd később magyar normaként vált világhírűvé, és ennek ünnepeltük tavaly a 90. évfordulóját. Ez mai napig hatással van a szegénygondozásra, hiszen az akkor létrejött EGRI norma az a ma is működő szegénygondozó nővéreknek az alap tevékenységének, tehát az alap tevékenységét képezi. Mit jelent maga az EGRI norma, hogyan működött ez, mit takar ez a kifejezés, ez a fogalom? Tehát az EGRI norma lényegében azért jött létre, mert a szegénygondozó nővérek felismerték azt, hogy mennyi szegény ember él az utcákon, és nincs olyan intézményrendszer, aki felkarolná a szegényeket. És ők lényegében felkeresték azokat az otthontalan embereket, akik különféle nagyon rossz, sanyarú körülmények között éltek, és számukra létrehoztak különféle bentlakásos intézményeket. Tehát lényegében ezt úgy kell elképzelni, hogy vásároltak házakat, illetve kaptak a várostól házakat örökjoggal, és ott szállásolták el azokat az embereket, akiknek nem volt fedél a fejük fölött, illetve ételt osztottak, ruhát osztottak. Tehát lényegében a mai szociális munkának az alapját ők fektették le 1927-ben. És hogyha megnézzük igen a dátumot, akkor ugye egy világháború után vagyunk, és egy gazdasági világválságnak a küszöbén vagy már benne, tehát ez egy nagyon sürgető, égető probléma volt. Igen, ugye a Szarecsányi érseksége két világháború között zajlott, viszont az első világháború az végig az ő érseksége alatt zajlott, tehát ez meghatározta az ő szociális egyház politikáját is, hiszen fontos kiemelni azt, hogy már 1915-ben ő a pusztaszikszói, püspöki, illetve érseki nyaralóban elszállásolta a hadirokkantakat, tehát lényegében ő az első hadikórházat hozta létre az Egyházmegyében, majd később a hadijárvákat, hadiözvegyeket, hadirokkantakat is támogatta, és utána 1918 után lényegében újra kellett építeni az Egyházmegyét, már csak azért is, mert például most csak vegyük példának a bazilikát, ahol, tehát onnan elvitték a rezet a tetőről, így arra is kellett gondolni, hogy komoly felújításokat kell majd véghez vinni, viszont a 20-as évek végén, 30-as évek elején jött egy nagy gazdasági világválság, amely szintén nagy hatással volt az ő érseki működésére, hiszen
lényegében mondhatjuk azt, hogy majdnem csődbe ment az egyházmegye, ugye nem csak az egyházmegye, hanem más nagy intézmények is, illetve állami intézmények is, de köszönhetően annak, hogy nagyon jó munkatársai voltak, sikerült ebből kilábalni, és utána a 30-as évek második felében tudta folytatni az 1910-es években elkezdett szociális reformokat. És például fontos azt is kiemelni, hogy ő volt az, aki létrehozta az egri dohánygyárban a bölcsödét, tehát ezzel lehetővé tette azt, hogy a nők is tudjanak dolgozni, és biztosítva legyen a gyermekfelügyelet, majd az érseki uradalomban bevezette a temetkezési segélyt, a kiházasítási hozzájárulást, családi bért alakított ki, tehát ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy a 19. század végén meghatározott egyházi szociális tanítás megvalósuljon az egyházmegyében. És ugye bőkező adakozó volt, számos feljegyzés adat van arra vonatkozólag, hogy különféle társadalmi, ma civilnek mondanánk szervezeteket támogatott jelentős összegekkel. Igen, különféle kulturális egyesületeket támogatott, például irodalmi egyesületet, különféle budapesti egyetemi szervezeteket, különféle művészeti alapítványokat, illetve akár mondjuk megemlíthetünk egy tűzoltó egyesületet is. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ő ezeket az egyesületeket támogatta, és az egyesületek őt címzetes vagy tiszteletbeli taggá választották. Viszont az fontos kiemelni, hogy a gazdasági világválság idejére már nem volt az egyházmegyének, illetve az érseknek nagy vagyona, így lehet látni a tendenciát, hogy a 20-as évek második felétől már csökken ezeknek az intézményeknek a támogatása. De mégis van támogatás, tehát a szándék azért látszott belőle, és nagyon fontos, hogy kiemelten kezelte a sajtó ügyét is, Szmerecsányi érsek, illetőleg hát más főpásztorok is, ebben is tevékenyen részt vállalt. Igen, itt különféle sajtó egyesületeknek, egyleteknek is tagja volt, és támogatta az akkor már működésben lévő katolikus sajtónak a további sorsát, illetve az egyházmegyei sajtó, itt gondolok az egri egyházmegyei közlönyre, lényegében az ő érseksége alatt élte a fénykorát. Még lehet látni, hogy akár oldalszámban is, illetve színvonalban is, minőségben is magasabb minőséget tudtak kiadni, mint mondjuk előtte. És nagyon fontos volt a társadalmi közéleti szerepvállalása is, hiszen akkoriban úgy volt szokás, hogy egy főpásztor az nem csak egy egyházmegyét kormányzott, hanem a világi döntéshozásban, jogalkotásban is tevékenyen részt vett. Igen, ő tagja volt a felsőháznak, viszont ezzel ő nem volt egyedül, hiszen minden egyházmegyének a vezetője, tehát püspök vagy érsek automatikusan tagja lett a főrendi háznak. Ugye mivel 12-ben vett át az érseki széket, így 13-tól lett a főrendi ház tagja, és ő aktívan részt vett, tehát ő rendszeresen látogatta a főrendi ház üléseit is, és próbált aktívan részt venni a nagy politika alakulásában is. Összességében mi mondható el így a munkásságáról a elhangzottak tükrében, és mennyire volt ő modern, korszerű vezető, mindegyházi, mind pedig közéleti vagy civil értelemben? Alapvetően azt lehetne róla mondani, hogy ő egy nemesi családból származott, tehát az a kulturális háttér, amit ő otthonról, illetve a családból hozott, az nagy hatással volt az ő érseki működésére is. Ugye ő 30 évig volt eger érseke, 30 éves egri érseksége alatt nem mindig tudta megvalósítani azt, amit ő szeretett volna, hiszen különféle háttértényezők szerepet játszottak ebben, mint amikre már utaltunk, hogy háború, gazdasági világválság, majd a következő háború, illetve az ő egészségi állapota. Viszont a maga korában ő egy modern főpapnak mondható, hiszen hogyha párhuzamba állítanánk az állami reformokat, illetve a más egyházmegyékben bekövetkezett reformokat, ő is megpróbálta felvenni a világ változását, tehát megreformálta az oktatást, a papképzést, szociális reformokat vezetett be, tehát de azt lehet mondani, hogy ő abszolút egy modern főpapnak számított a két világháború között, és nem lehet azt mondani róla, hogy konzervatív volt, és éppen ezért nem tartott lépést a világgal, mert lépést tartott, de azért az ő nemesi származása, illetve a neveltetése
és az a kulturális tőke, amit otthonról hozott, az hatással volt az egész egyesek működésére. A reformok tekintetében, hogyha mondjuk az oktatást vagy a papképzést nézzük, nyilván nem pontos számokat, hanem nagyságrendeket említve, mennyire bizonyultak ezek hatásosnak, mennyire érték el a céljukat? Mindenképpen hatásosnak mondható, hiszen hogyha a papképzés alsó fokát nézzük, ami a kis szemináriumot jelentette, ő 1929-ben létrehozta a kis szemináriumot, és lényegében az ő érseksége végére megkétszereződött a kis szemináriumban tanulók száma, megkétszerezte a szemináriumban tanuló fiatalok számát, akiket később nagy számban pappá szenteltek. Ha az ő érsekségének a kezdetét nézzük és a végét, akkor közel 100 fővel megemelte a papoknak a számát, melynek következtében lehetősége nyílt arra, hogy új plébániákat is hozzon létre, hiszen hogyha új plébániákat akar létrehozni egy érsek, akkor szükség van arra, hogy legyen olyan személy, akivel be tudja tölteni, de ennek következtében a plébániák száma is közel 50 darabbal emelkedett, illetve több mint 40 templomot épített, számos kápolnát, iskolakápolnát, tehát arra törekedett, hogy minél közelebb hozza az egyházat az emberekhez, és mondjuk minél kevesebb időt, minél kisebb utat kelljen megtenni az embereknek ahhoz, hogy mondjuk templomba elmehessenek, hiszen a két világháború között az akkori egyház megye területén még nagyon sok tanyaközpont volt, nagyon sok olyan puszta volt, ahol akár 10-15 kilométeres körzetben is nem volt kápolna, templom, stb., és ő arra törekedett, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítson arra, hogy el tudjon menni mondjuk szentmisére. A főpásztornak a lelkipásztori tevékenysége is nagyon fontos, eddig jobbára infrastruktúráról beszéltünk. A lelkipásztori tevékenységéről mit tudhatunk a iratok, feljegyzések, emlékek tükrében? Tehát ő aktív lelkipásztor volt, ami azt jelenti, hogy ő naponta misézett, rendszeresen gyóntatott, nagyon nagy gondot fordított a saját lelki épülésére is, hiszen olvashatjuk az Egri Egyházmegyei közlönyben, hogy halála előtt is ő készült a halálára, nagyon mély olvasmányokat olvasott akkor is, és fontosnak tartotta azt, hogy az emberek rendszeresen találkozzanak a főpásztorral. Tehát amíg ő egészségileg bírta, addig személyesen járt bérmakörutakra, vizitálta az egyházmegyét, majd később, amikor már az egészségi állapota gyengébb lett, akkor pedig a segédpüspökének kellett ugyanezeket a feladatokat ellátni. És nagyon fontos volt számára Eger, erről is már szó esett, és Egernek is nagyon fontos Szprecsányi Lajos, hiszen nagyon sok mindent köszönhet a város ennek a főpásztornak. Igen, itt először megemlíteném, ami még szorosan összefügg az ő kulturális reformjaival, hogy az ő testvére nevét nem szabad kihagynunk, mégpedig Szmecsányi Miklóst, aki mai napig Eger barokk történetének a legnagyobb kutatója, és művészettörténész volt, és őt bízta meg azzal, hogy a líceumi gyűjteményt korszerűvé tegye, és hogy 1920-ban megnyílhatott a Líceumi Múzeum, mely ingyenes volt a látogatók számára. Lehet látni a dokumentumokban, hogy milyen nagy számban keresték fel a múzeumot, hiszen Szmecsányinak az volt a célja, hogy az embereket közelebb vigye a kultúrához. Majd fontos még azt is kiemelni, hogy már az érseksége első időszakában, tehát itt 1913-19 közötti időszakról beszélünk, 13-ban eladta a fürdőt Eger városának, majd 19. február 29-én pedig örök joggal átadta az érsekkertet, melynek jövőre lesz a 100 éves évfordulója, melynek következtében megnyílhatott Eger első nyilvános érsekkertje. Illetve ami kevésbé ismert, az, hogy neki köszönhető az, hogy például a Deák Ferenc utcán képülhetette az úgynevezett villasor, hiszen az az érseki magánkertnek a része volt, de ő azt is látotta a városnak fejlesztési céllal, illetve a Siketnémák intézetét, és ott az érsekkert környékének jelentős részét, hiszen az az érseki uradalom része volt, de ő ezt átadta, illetve részben eladta a városnak fejlesztési céllal, illetve hogy a város fejlesztéshez ő is hozzájárulhasson. Az elmúlt rendszerben, ami a 90-es évek előtti rendszert illeti, igyekeztek elhallgatni az egyházi személyeket, az egyházi személyek munkásságát, és nyilván így Szmecsányi Lajos sem volt annyira fókuszban az ő tevékenysége. Változott-e ez már a helyén, van-e úgymond a történelemkönyvekben, vagy pedig ezen még van feladat? Ha a történelemkönyveket nézzük, akkor semmiképpen sincs helyén, de még a nem történelemkönyvekben sincs, hiszen hogyha Eger püspökeire, érsekeire gondolunk, akkor hamarabb jut az embereknek eszébe
Pirkernek vagy Eszterházinak a neve. Az eszmecsányi érsekségéhez szorosan hozzátartozik azt, mivel ő főnemesi családban származott, lényegében neki volt egy ilyen Habsburg pártisága, melynek következtében őt 45 után nem tartották egy olyan embernek, akiről érdemes lenne megemlékezni. Hiszen még nagyon közel is volt, illetve ő támogatta a két világháború közötti rendszert, és nem mondhatjuk azt, hogyha nem halt volna meg, akkor mi lett volna utána. Viszont valószínűleg, mivel még nagyon közelmúltnak számított, mondjuk 1950 és 1990 között, így nem nagyon foglalkoztak vele, de mai napig sincs még feldolgozva Szmrecsányinak az életműve, hiszen nagyon kevés olyan munka született, melyben Szmrecsányi életét tágabb értelemben vizsgálta volna valaki, de reméljük, hogy a közelgő, illetve az aktuális évforduló kapcsán majd erre is lehetőség fog nyílni. Anyagok, kutatandó anyagok egyébként hátra maradtak teljességben? Tehát van úgymond alapanyag ehhez a kutatáshoz, vagy pedig speciális módszerekkel kell ezt megoldani? Szerencsénkre Szmrecsányi iratanyaga teljes egészében megmaradt, tehát semmi sült meg belőle, sem a gazdasági levéltári részből, sem az egyházigazgatási levéltárból, viszont nagyon nagy mennyiségű anyagról beszélünk, tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy ember egy hónap alatt meg tudja írni Szmrecsányi életrajzát kompletten, hiszen itt különféle szisztémákat lehetne kialakítani, különféle részterületeket, és különféle szempontokat kellene belevinni, hiszen annyira összetett az ő főpapi működése, hogy nem lehet egy irányból megközelíteni. 2018-ban mit mondhatunk el az ő 30 éves, 3 évtizedes érseksége, mennyire van hatással, vagy mennyire lehet hatással a mi életünkre, az egyházmegye életére? Hol érjük még ezt tetten? Mindenképpen hatással van különféle épületeken, bár valószínűleg az emberek többsége nem tudja, hogyha meglát egy épületet, az mondjuk Szmrecsányi idején épült, vagy a templomokon, hiszen Szmrecsányi idején 45 templom, illetve több mint 50 kápolna épült, és ezek a templomok hordozzák az ő címerét, a harangok hordozzák az ő jelmondatát, és megemlékeznek arról, hogy ez Szmrecsányi Lajos adományából jött létre. És ha Egerbe körülnézünk, akkor a Lajos város is, ez a igen nagy városrész is őróla kapta a nevét, talán nem véletlenül. Igen, ugye a Lajosváros úrral kapta a nevét, illetve ő építette 1937-ben a Lajosvárosi templomot Hevesi Sándor építész tervei alapján, ami azért fontos, mert Lajosváros volt Eger második plébániája, hiszen 1937 előtt csak a fő plébánia volt. Tehát voltak templomok, viszont plébánia nem. És amikor megépült a Lajosvárosi templom, akkor utána Egerben másodikként létrejöhetett a Lajosvárosi plébánia, mely megkönnyítette az embereknek az egyházi ügyintézését, illetve egy teljesen más struktúrát alakított ki ahhoz képest, mint ahol csak templomigazgatóságok voltak. És ugye nagyon fontos egy ember életének a lezárása, a temetése is egy nagyon komoly társadalmi esemény volt. Igen, mint ahogy már elhangzott beszélgetésünk elején is, 43. január 28-án halt meg, és február 1-én temették el a Székesegyházban, viszont az érseki magánkápolnában ravatalozták fel. A korra jellemző volt az, hogy minden nagyobb tisztséget betöltő egyházi és világi személy is részt vett egy főpap temetésén, így az akkori kormányzó Horthy Miklós is jelen volt Szmrecsányi temetésén, illetve a nuncius Serédi Justinián, illetve egy-két egyházmegye főpásztora kivételével mindenki, ők is főleg azért nem tudtak eljutni, hiszen február 1-éről beszélünk, és különféle útakadályok voltak, például nagyon jól látszik a Szmrecsányi dokumentációban, hogy a halála után jöttek a levelek, hogy nagyon sajnálják, hogy nem tudtak jelen lenni, de az ország másik feléről nem tudtak január végén, február 1-én elindulni. Viszont ez egy nagy társadalmi esemény volt, rengetegen voltak, tehát világiak is, papok is, lehet látni a régi fényképeken, hogy tele volt a bazilika, de a bazilika előtti tér is, tehát ez tényleg egy, mondjuk azt, hogy 1943-ban az egyik legnagyobb társadalmi eseménynek számított Egerben, majd később pedig Capiknak a beiktatása, de az inkább egy örömteli ünnep, ez meg egy szomorúbb, de mégis jelentős esemény volt.
Kedves nézőink, bízom benne, hogy a Szmrecsányi Lajos érsekről alkotott képünk most színesedett, gazdagodott, és ígérhetem, hogy amint a kutatások előbbre haladnak, akkor még további információkkal, részletekkel szolgálunk. Köszönöm szépen Urbán Márta levéltárosnak, hogy megosztotta velünk az információkat. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!